van, kérlek szépen, a hálhaolyag is. Nem tudom, azt nem ismered? Ismered? Nem. Nem ismered, ugye? Az is olyan betegség a jó szag. A bőr alá megy a levegő? Vagy nem. A hártya közé? Nyelvén, kérlek szépen, fent a nyelve tetején olyan hólyag van, mint a hálnak, érted? Igen? Olyan hólyag van. És az meg is öli a jószag. Úgy a birkolt is, mint a mászat. Megfojtja? Megfojtja, igen. És azért és az mit öljön elő neki ez a hólyag? Hát, a jóisten tudja, hallott, hogy mit üljöhet az így, így nem tudja az ember, ugye. És ez báránynál, vagy inkább Junál fordul? Junál is van, kérlek szépen, mert marhánál is, érted. Marhánál is előjön ott ez? Is van, előjön, érted, a feje, megduzzad neki olyanra, érted, ilyen nagy a feje, érted, ne azt ugye, szemei folyik a könyv belőle neki, minden kifelé, érted, azt akkor ugye, hát azért mondom neked, hogy tudni kell ugye megfogni ugye a jó szagot, ugye szájával part tenni, kihúzni a nyelvét, kérlek szépen, azt akkor azt a hájhal, mint úgy hívjuk, hálhólyag, érted. Mikor parták valamikor? Nem, érted, egy marék sóval, érted, leeldörzsöljük, hogy az fakadjon el neki, érted. Azt akkor, az, mikor elfakad, érted, akkor szemlátom most úgy jön a feje össze, érted, úgy harderul, érted, a daganat, érted, érted a feje. Hogy hívják ezt a betegséget? Hát, mink hálhólyagnak hívjuk, ugye, hogy az van neki. És ez Junál marhána is? Elő, kérődző alapnál, igen. Milyen vastag ez a hólyag? Ez mennyire a hólyag általános ilyen ez a betegség? Csak mi. Mindegy kis hálhólyag, egy olyan kilos hólyagja. És olyan. Maga a hólyag vastagsága olyan átlátszó? Az átlátszós, az olyan. Épp olyan, mint a hálnak, azért hívjuk hálhólyagnak. Mert ilyenkor mit mutat a jószág, hogy kering, vagy megáll, azt fullad? Azt kérlek szépen, azt akkor érted, látod, hogy a figyelet szuszog is, érted, meg dagad neki felfele fejét, dagad neki meg az egész minden orrától kezdve, érted, mind az egész. Mennyi idő alatt végez ez a jószág? Azt kérlek szépen, nem látod, nem kapod, érted, hamarosan érted, megérted, meg is öli, ugye. És akkor ilyenkor a szájpeckelés, meg a... Igen, a szájába kérlek szépen, bele egy part, érted, aztán akkor ugye... Az... Ilyenkor a nyelvét is kitűzik vele? Kihúzódik a nyelve kézzel, érted. És akkor ki falpecekkel szúrják gyakorlatilag a nyelvét is? A nyelvét nem, Laci. Ki van húzva a nyelve, kérlek szépen, az egy kis sóval, akkor eldörzsöd azt a hólyagot, az elfakad, kérlek szépen neki, azt akkor már a lohar összenek ebben. Akkor gyakorlatilag úgy néz ez ki, hogy kipeckelik a száját, igen. Kézzel kihúzza a nyelvét, a nyelvét, és sóval, egy marék igen. Sóval eldörzsöli a nyelvét. Igen. Igen, az a hálhólyag, mink úgy hívjuk, hogy mink úgy hívjuk hálhólyagnak.